Sziasztok! Ebben a videóban frissen megjelent köteteket fogok nektek mutatni. Van közöttük olyan könyv, amit recenzióba kaptam, és van közöttük olyan is, amit impulzus vásárlás által saját magam részére vásároltam meg. Na de nézzük is a köteteket! Tudtok róla, hogy az Európa Könyvkiadó egy Kapszula Könyvtáv nevű újdonsággal állt elő, ami egy picit nagyobb azért, nem is kicsit nagyobb, mint a pocket könyvek, és a betűk is, meg a sortáv is azért egy kicsit módosult és másabb, de mégiscsak azért kapszula, mert kisebb, mint egy A5-ös méret. És nekem volt egy könyv, illetve hát van egy könyv, amit nagyon-nagyon szerettem volna elolvasni és megszerezni, és egyszerűen nem jutottam hozzá sehogy sem, ami nem lenne más, mint Virginia Woolftól a Világító torony, ami egy 1927-es kötet, egy nagyon megható, nagyon szép és nagyon erős atmoszférájú regény, amit hát én úgy gondolom, hogy Virginia Woolf alapból is koncentrált olvasást igényel, de úgy hallottam, hogy ez a kötet teljes mértékben ilyen, és hát így néz ki ez a kis kapszula kötet. Ne tévesszem meg titeket, csak azért van rajta nem vízszintesen, hanem függőlegesen az írás, nem azért, mert benne is úgy van a szöveg, tehát normális könyvformátumú belül a kötet, és hát ez az első ilyen kapszula kötetem. Nem semmisítjük meg a dolgokat azáltal, ha beszélünk róluk. A 100 legjobb angol nyelven írt regény egyike. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és hát nagyon szép kiadás. Egyébként nézegettem a címeket, azért nekem azokból nem fogom így gyűjteni őket, mert nagyon sok megvan belőlük kemény kötéses formátumban. Azt hiszem a bíbor szín is például közöttük van, az nekem ugye megvan kemény kötésben. Úgyhogy, de minden esetre nagyon örülök, hogy van egy ilyen kis kapszula kötetem a Európa Kiadótól. A következő kötet le fogtok hidalni, egyszerűen annyira örültem, amikor megtudtam, hogy ez létezik, és nagyon-nagyon szeretném azt hinni, hogy nem fogok benne csalódni. Jakobovics Kittinek az Irodalomterápia című kötete, és ami alul van, Kulcsuk kiadó, szeretjük, ugye nyitott akadémia, a könyvespolcot pszichológus szemmel. És amikor ezt elolvastam, akkor így rájöttem, hogy ez, tudjátok, amikor így kisüt a nap. A könyvespolcot pszichológus szemmel, és amikor megláttam, hogy a tartalomjegyzékben, ugye nekem egyébként ilyen végzettségem is van, csak hogy így lelőjem a poént, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog adni, és milyen újdonságokat fog esetlegesen tartogatni a számomra. De a tartalomjegyzék, hát igen, tehát rendelőben olvasni, a könyv nem gyógyszer, és nem lehet receptre felírni, ha nem tetszik a szöveg, terápiás írás a szép irodalom területén, az olvasáson és az íróson is túl, az olvasás jótékony hatásai, a könyves polcunk szempontjai és szemszögei pszichológus szemszögből. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és olvastam már egyébként sajnos egyetlen egy molyos értékelést olvastam, és ott egy csalódást, azt írták, hogy ez egy száraz szöveg volt. Hát kinek mi a száraz egyébként, nyilván, de iszonyatosan kíváncsi vagyok rá. A szerzőről mit kell tudni? Pszichológus irodalomterapeuta, és az ELTE-n végzett úgy, ahogy én is. Nagyon kíváncsi leszek rá. Ha olvasunk, vagy ha írunk, összekapcsolódunk a saját belső világunkkal is. Legyen szó a kedvenc regényünkről, az épp aktuális olvasmányunkról, a saját napunkról, az első vagy a sokadik verses kötetünkről, a háttérben számos lelki program fut. Ez így van. Ez így van. Első műve a szerzőnek, és hát ezt próbálja felfedni, hogy milyen kapcsolat van a könyvespolc, a pszichológia, és gondolom a személyiségnek az alakulása között. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, most éppen klasszikus július van, és erre olvasok hajnalban és este a munka mellett, de nagyon
tűrtőztetnem kell egyébként magamat, hogy ne ezt a könyvet olvassam, de még tartom magamat. Tartom magamat, betettem az öveg mögé, nincs előhagyva, mert akkor felbomlódik a rend. Ezután pedig egy HVG könyves, hát ez igazi ilyen karanténolvasmány, ilyen covidos olvasmány, de engem nagyon-nagyon szeretem a HVG kiadót, nagyon közel állnak hozzám. Hogyan dolgozzunk otthonról, és maradjunk mégis normálisak? Hát ugye, ki hogy, tehát valaki ugye karantén előtt se volt teljesen éppelméjű, de nem tudom, mi van velem. Este 6-kor egyébként live lesz, ezt a videót akkor veszem föl, amikor este 6-kor, 18 órakor tartjuk a Ida regényének a kibeszélőjét, mivel ez már akkor meg fog történni, ezért be fogom nektek ide ezt linkelni, hogy lássátok, hogy hogyan, milyen témákról beszélgettünk a Gárdonyi Gézának az Ida regénye kapcsán, és lehet, hogy azért vagyok így feldobva, mert hát egy-két pár óra múlva kezdődik ez a történet. De hát hogyan dolgozzunk otthonról? Füles borítós kötet, nézzük egy picit a tartalomjegyzéket. A jó dolgok, a furcsaságok, magány, egyedüllét, mi számít értelmes munkának, a hosszú munkaidő, összpontosítás, flow élmény, emberi kapcsolatok, munkavégzés helye kint vagy bent, evés, ivás, milyen is a siker, miért veszélyes a közösségi média, a pénz problémaköre, mit csináljunk akkor, amikor nem dolgozunk. Nagyon érdekes egyébként, ez nem színes belülről, nagyon érdekel a kötet. Azt hiszem majdnem ugyanannyira érdekel, mint az előző irodalomterápiás, tehát iszonyat kíváncsi vagyok rá. És a HBG könyvek az mindig igényes tartalommal foglalkozik, tehát én nagyon tisztelem őket. Úgyhogy ez a másik, és még van 3 darab kötetünk. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy én szoktam kutyás könyvekkel foglalkozni, kutyás könyveket elemezni, akár gyerekkönyv, akár felnőtt könyv, akár regény, akár szakmai irodalom. Az utolsó az azt hiszem évelején volt egy ilyen, és aztán egy picit történt egy ilyen hosszabb ilyen olvasási válságom, de van egy következő kötet, van egy diákoknak író, hát inkább ilyen fiataloknak író kutyás témákat választó író, aki nem lenne más, mint Megan Riggs, és most jött ki a legújabb kötete, a Dixie és Vakkancs című kötet. Hát kíváncsi leszek rá a borítónak a hátalján lévő 9+-os kötet, és azt mondja, a legújabb története Londonban játszódik, 1666-ban. A regény 2 főhőse, Dixie, II. Károly angol király legkedvesebb spánieje, és Vakkancs a palotta konyhájának egyik nyásforgató kutyája. Bár 2 különböző világból származnak, elválaszthatatlan jó barátok lesznek, mindig együtt játsznak, és ha egyikük bajba kerül, a másik rögtön a segítségére siet. Az igazi megpróbáltatások akkor kezdődnek számukra, amikor egy kis pékség kemencéjéből hirtelen kiszabadulnak a lángok, hatalmas tűzbe borítva az egész várost. Hoppá! És érdekes, hogy 1666-ban játszódik. Na, kíváncsi leszek rá, minden esetre ugyanúgy, hát kritikus szemmel, mert ugye hát a szakmámba vág, elemzem, hogy mennyire ad reálisat. Én azokat a kutyás állattörténeteket szeretem egyébként, ami nem hazudik az állatról, és nem antropomorfizál erős mértékben, tehát ahol azért nem ruházza föl az állatokat, élőlényeket ilyen teljesen emberi tulajdonságokkal. Én attól egy picit tartózkodom, nem szeretem, amikor az ilyen állatos mesékben elkezdenek beszélni az állatok emberi nyelven. Tudom, hogy ez nagyon sokszor másképp nem megoldható, de azért nagyon nyitott vagyok rá, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit írt az író. És most jön egy Kakukk tojás a Park könyvkiadótól. Ez talán az, ami a legkevésbé nagyon-nagyon friss, de pár hónappal ezelőtti egyébként ez a kötet is. Az élet második fele, út a kiteljesedés felé. Young szellemében íródott parkkönyvkiadós kötet. Orvos Tóth Noémi ajánlja a könyv hátulján. Életünk közepe táján felébred bennünk az igény, hogy mindazt, amit megtapasztaltunk, valahogy rendszerezzük. Ekkor már tudjuk, hogy időnk sem végtelen, és ahhoz, hogy elkövetkező éveink értékesen teljenek, magunknak is tennünk kell. James Hollis ebben segít, sorvezetőt ad a belső munkához, a rossz mintázatok felismeréséhez és meghaladásához. Értékes kötet bizonyosan nem csak az élet második felében.
Hát igen, azt mondja, énjeink ütközése, az intim kapcsolatok dinamikája, a család, az élet második felében karrier, hivatás, lélekgyógyulások, látogatások a lélek mocsarába. Kíváncsi leszek rá, úgyhogy mindenképpen fogtok róla hallani, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyitott vagyok mostanában az ilyen pszichológiai kötetek felé. Nem mint hogyha régen nem olvastam volna sok ilyet, meg kellett is, de úgy nem tudom. Kíváncsi leszek rá. És most jön a mindegyik az. De nézzük is, mindegyik az. Na, egy letisztult kötet. Csányi Vilmos, drága barátaim, kedves majmok. Azt gondolom, mi vagyunk, tehát igen. Emberi és állati egypercesek. Na most azt tudnotok kell, hogy Csányi Vilmosnak állandóan kiadják új kiadásban, keménykötésesben, ilyen gyönyörű szép kiadásban, olyan gyönyörű szép kiadásban a már 10 éves köteteit, és ezek nem új kötetek, de mégis ilyen új köntösbe ágyazva adják el őket, régi írásokat. Na és ez a kötet végre egy olyan, ami új írás. Ugye egy idős íróról beszélünk, vagy egy idős szakemberről beszélünk, etológusról, és nagyon örülök, hogy ez most egy friss kötet. Azt mondja, hú, ebben már ilyen covidos dolgok is benne vannak, járványidők, az internet lassú, összedőlt a látszat, a bezárt ember, nézzünk bizakodva a jövőbe, bio és szociális monokultúrák, válság hátán. Na, kíváncsi vagyok, az ember állatkája, társunk és barátunk a kutya, az állat az emberben, szabályok rendje, titkaink, hiedelmeink, a pőre valóság. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit alkotott Csányi Vilmos a Covid alatt. Tényleg nagyon őszintén kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy hát ezek lettek volna azok a kötetek, amiket szerettem volna nektek megmutatni, és vagy ezelőtt a bevágás előtt, vagy az elején, nem tudom, de meg fogom nektek mutatni ottannának a termékeit, amit nagyon tudok nektek egyébként ajánlani, nagyon minőségi termékekről beszélhetünk azoknak a kapcsán, és a következő videóban találkozunk, fogalmam nincs, hogy mi lesz az, de minden esetre szeretettel várlak titeket, addig is szép napot, hetet, estét, délutánt, nappalt, hajnalt kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban szabad terepen, emberek is vannak körülöttem, de próbálok természetes lenni alapon, ottannának a termékeit szeretném nektek bemutatni. Ma is sok ésszel indultam el. Mellettem van egy... hogy hívják ezt? Nem fog eszembe jutni. Mindegy, lépjünk tovább. Tehát ottannának a termékeit szeretném nektek bemutatni egyesével. Hát kezdjük az elsővel. Ez egy kitűző, olvas. Nagyon-nagyon kis helyes, egy kis összeguborodott emberke van rajta, aki éppen a könyvébe van mélyedve. A másik termék az egy hát nagyon jó minőségű toltartó, szintén az olvas hashtaggel, amit hát majd fogok is használni egyébként. A harmadik dolog pedig, hogy Anna mindig elmondta, hogy gyerekkorában védeni próbálta a könyveit, és hát ilyen fürdőruha lepedőszerű anyagot tett köré, ami megvédte a külső borítóját, és hát ezt megalkotta, és van még benne egy gyönyörű szép kis aranyhímzéssel egy ilyen kis olvas hashtag, és itt tudjátok egyébként bebújtatni a könyvbe. Tágul is természetesen, úgyhogy teljes mértékben be tudja tölteni a funkcióját, már használtam is egyébként. És az utolsó termék pedig, az egy, nem a szemüvegem, bocsi, az egy... táska, ami hát nagyon vastag a válpánt része, és azáltal nagyon jól tartja magát, illetve van neki ilyen toltartó része is, meg ilyen mély zsebek, de nagyon-nagyon praktikus, már nagyon sokszor használtam, úgyhogy hát ezek lennének azok a termékek. Azóta se jutott még eszembe a neve. Víz. Csobogó. Kész. Tehát meg ma se indultam el sok ésszel. De a lényeg az, hogy ezek lennének ezek a termékek. Nem. Ezt most már nem fogjuk megtudni, hogy mi a neve. Úgyhogy nagyon tudom nektek ajánlani. És ez viszont iszonyatosan cuki. Mindegyiket fogom használni.
Hát nem tudom, hogy mikor és hol fogok ezután bejelentkezni, szerintem a könyvespolcom mellől, és most pedig elmegyek azt hiszem fagyizni. Egyébként eszembe jutott vízesés. Vízesés. Istenem. Könyvjelző szó nem szokott még eszembe jutni. Hát ezek, amiket tudjátok, olyan ritkán használok. Na, szevasztok!